Az Orbán kormány teljesítményén nincs nagyon mit értékelni, hiszen világosan látszik, hogy az orbáni politika minden téren elbukott. Legyen szó a Magyarország kettészakadását okozó rossz gazdasági döntésekről, az emberek cserbenhagyását jelentő szociálpolitikáról, a nemzetközi elszigeteltséget hozó külpolitikáról, hogy a burjánzó korrupcióról, vagy az alig létező környezetvédelemről ne is beszéljek. Sokkal hasznosabb megnézni, milyen is lenne az a zöld Magyarország, amit a Párbeszéd a magyar polgárokkal együtt fel akar és fel is fog építeni. Egy zöld Magyarországon prioritás lenne az egyenlőtlenségek csökkentése. Ehhez meg kell adóztatni a nagy vagyonokat, de ez nem elég. Javítani kell a hozzáférést a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz is, ami egyúttal az ágazatokban dolgozók méltányos béremelését is jelenti. Egy zöld Magyarországon nyomban bevezetnénk az alapjövedelmet, amely megelőzné a lecsúszást és egyszer és mindenkorra garantálná az emberek létbiztonságát. Egy zöld Magyarországon csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez, és azonnal elkezdenénk a burjánzó állami korrupció visszaszorítását, ami egyben a nemzetközi megítélésünkön is nagyot javítana. Ez többek között lehetővé tenni az uniós forrásokhoz való hozzáférést is, ami végre stabilizálhatná a magyar gazdaságot. Egy zöld Magyarországon azonnal végbe menne a zöld fordulat az energiagazdálkodásunkban. Megtörténne az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra való átállás Paks 2 és az orosz gázfüggőség helyett. Egy zöld Magyarországon prioritás lenne a klímaválsághoz való alkalmazkodás. Láthatjuk, hogy az országunkat nagy mértékben sújtja a szélsőséges időjárás, a nagy esőzések, majd a hőség és az aszály. Létfontosságú, hogy minden területen, a vízgazdálkodástól az élelmiszertermelésig, az építőipartól a közlekedésig felgyorsuljon a káros hatások enyhítése, az új klímavalósághoz való alkalmazkodás. Egy zöld Magyarországon végre nem lebetonoznák és tönkretennék a környezetünket a profitéhes oligarchák és multicégek érdekeit nézve. Mi szigorítanánk a környezetünk védelmét, hogy erdeink, vizeink megmaradjanak, hogy végre tiszta legyen a levegő, egészséges és megfizethető az élelmiszer, és hogy büszkén elmondhassuk gyermekeinknek és unokáinknak, hogy épségben megőriztük az örökségüket. Az Orbán kormány alatt Magyarország végzetesen ketté szakadt. Az egyik oldalon a hatalomhoz közel álló szűk elit, az oligarchák és milliárdosok, akiknek mindenük megvan és akiknek mindent szabad. A másik oldalon emberek milliói, akiknek még a napi megélhetés is gondot jelent. Vidéken a helyzet még súlyosabb. Nincs elég munkahely, számos településen csak a közmunka az egyetlen lehetőség. Ami azt jelenti, hogy az emberek nem tudnak kimászni a szegénységből. Az elmúlt években vidéken elmaradt fejlesztések és közlekedés politika miatt teljes településeket, egész régiókat vágnak el, a mára már csak a városokban található közszolgáltatásoktól, ezzel halálra ítélve a településeket. Ezzel szemben egy zöld Magyarországon a vidéki városok és települések megkapnának minden támogatást, ezzel is biztosítva, hogy a leginkább leszakadt régiók, mint például Észak-Kelet-Magyarország, újra virágozzanak. Megvalósulhatna a teljes hazai lakásállomány energetikai felújítása, méghozzá állami és EU-s támogatásból, hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés tömegével. Ez azt jelenti, hogy a zöld iparon belül rengeteg új, tisztes fizetést hozó munkahely jönne létre a válságrégiókban is. Egy zöld erdő- és földgazdálkodásnál a földesurak helyett családi gazdaságoké az elsőbség. A kormányzati földrablás miatt mára a legtöbb erdő és termőföld oligarchák magánbirtokába lett. A többiek meg mehetnek hozzájuk napszámba. A zöld erdő- és földpolitika nem Mészárost és Csányit támogatja, hanem a családi gazdaságokat. Mi az emberek igényehez igazodó, közösségi közlekedésben gondolkodunk. A munkába, iskolába járást, az orvos látogatást és az ügyintézést lehetővé kell tenni minden ember számára. Hiszen ezek alapvető emberi jogok. Egy zöld, közösségi közlekedési rendszerben mindenki hozzáfér a közszolgáltatásokhoz, miközben még a klímakérdést is kezeljük. Az Orbán rendszer csak a hűbéreseket szereti. A hatalomhoz közel álló önkormányzatok jól járnak, a többieket pedig kivéreztetik, csődbe viszik. Egy zöld Magyarországon, az önkormányzatokban a pártpolitika helyett az emberekről szólnak a döntések. A zöld gondolkodás egyik alapja a részvétel támogatása, vagyis hogy az embereknek valós beleszólása legyen a saját környezetük alakításába. Így a helyi szabályokat és az érdekeket lesöprő, kiemelt kormányzati presztízs beruházások helyett a helyben lakóknak fontos intézkedéseket hoznak.
mint például a zöld felületek, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények fejlesztése, és leginkább a minőségi közszolgáltatások. Egy zöld önkormányzat, ahogyan meg is valósítottuk az első kerületben, teljesen átláthatóan működik. Minden szerződés hozzáférhető, minden háttérinformáció megismerhető. Nincs mutyi, nincs korrupció. Egy zöld önkormányzat tudja. Minden településnek ki kell vennie a részét a klímaválság elleni harcból. Ezért indítottunk energiahatékonysági korszerűsítési támogatási pályázatot, amelyről a kerületi lakások felújítását segítjük. Ezáltal nem csak kevesebbet kell a lakóknak fűtésre költeni, hanem a kerület levegőjét sem szennyezik. Egy zöld önkormányzat ügyel az emberek és a környezet egészségére. Olyan közlekedési, fűtési, energiaellátási formákat részesít előnyben, amelyek a közösség javát szolgálják. Magyarországon évente egy kisvárosnyi ember hal meg a környezetszennyezés miatt. A hatékony közösségi és kerékpáros közlekedés nem csak klímabarát, de segít abban, hogy a levegő tiszta maradjon. Ezért adunk BKV-bérletet minden dolgozónknak, és támogatjuk a kerékpározást. Ezért alakítottunk ki a Batthyány téri szervizút helyén parkosított közteret. Egy zöld önkormányzatnál tudják, hogy a lakhatás alapjog, és hogy az önkormányzatoknak kötelessége segíteni a lakhatás biztosításában. Ezért hoztuk létre az országban elsőként a budavári lakásügynökséget, amely növeli az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt, segíti a kerületben dolgozókat helyben lakást találni, ezáltal csökken az ingázás is. És szemben a kerület korábbi fideszes lakáspolitikájával ezért írtunk ki azonnal beköltözhető, felújított szociális lakásokra pályázatot a rászorulók számára. Mára a napnál is világosabb, hogy ami a külkapcsolatokat illeti, Orbán Viktor nem előre megy, hanem hátra. Egy zöld Magyarországnak egészen más lenne a helye és szerepe Európában és a világban. Nem kerékkötői és árulói lennénk az európai együttműködésnek, hanem Európa megújításának élharcosai. Aktív formálói egy fenntartható, demokratikusabb, sikeres európai együttműködésnek. És ezzel természetesen a nemzeti érdekeinket is sokkal sikeresebben tudnánk érvényesíteni, mint így Európa szégyenpadján. Egy zöld Magyarország betartaná az érvényes EU-s jogot és visszaépíteni a jogállamot. Ennek köszönhetően nem csupán megkapnánk a fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen EU-s forrásokat, hogy aztán ezeket nem milliárdosok további gazdagítására, hanem átláthatóan és az ország valódi érdekeit figyelembe véve használhassuk fel. De az erős jogállam elsősorban a magyar polgárok érdekét szolgálná, őket védené a kiszolgáltatottságtól, garantálná jogaikat, felerősíteni hangjukat, és lehetővé tenni valódi, aktív bevonásukat a döntéshozatalba. Egy zöld Magyarország nem lenne Putyin európai bábja, hanem visszaállítva Magyarország megbecsültségét, kiállna a békénket és biztonságunkat fenyegető háborús agresszorok ellen. Egy zöld Magyarország a legelől haladó tagállamok között lenne az uniós klímavédelmi célok elérésében. Sőt, klímavédelmi ambíciók emelésében az európai gazdaság és a mezőgazdaság fenntarthatóvá alakításában is. Egy zöld Magyarországot nem lehetne ökológiailag gyarmatosítani, természeti értékeinket, vízkincsünket elkótyavetyélve kínai vagy koreai akkumulátor összeszerelő üzemek érdekében. Egy zöld Magyarország élen járna abban is, hogy szolidáris Európát építsünk, amely a profitérdeknél fontosabbnak tartja a létbiztonságot és a közjót, a munkavállalók jogainak erősítését, a tagállamokon belül és tagállamok közötti egyenlőtlenségek csökkentését. Egy zöld Magyarország nem tiporná sárba 1956 örökségét azzal, hogy keleti diktatúrák csatósaként működik, hanem megvalósítaná a magyar emberek régi álmát, hogy Magyarország végre büszke, független és dinamikusan fejlődő demokráciák közé tartozzon Európában. A zöld Magyarország valójában sokkal közelebb van, mint sokszor gondolnánk. Az idén 150 éves születésnapját ünneplő Budapest zöld elkötelezettségű városvezetői ugyanis a jövő Budapestjét és a jövő Magyarországát építik. Mi itt valóban arra költjük a magyar és az európai adófizetők pénzét, ami valóban a jövő Budapestjét és a jövő Magyarországát szolgálja. Metrót újítunk föl,
felújítjuk a Láncidat, új buszokat, villamosokat, trolikat vásárolunk, zöldítjük a várost. De persze tudjuk azt, hogy egy zöld városvezetésnek nem csak azokat kell képviselnie, akik aggódnak a világ végéért, hanem azokat is, akik a hónap vége miatt aggódnak. Ezért vezettük be a fővárosi rezsitámogatási rendszert, amit már több mint 10 000 háztartás igényelt. És ezért a száguldó infláció ellenére sem emeltük már több mint 10 éve a közösségi közlekedés árait, sőt, ingyenessé tettük azt a 14 évnél fiatalabbak és az álláskeresők számára. Ilyen is lehetne a jövő Magyarországa. Az elmúlt bő 3 évben mindegyes lépésünk arról szólt, hogy tegyük Budapestet egy szolidárisabb és zöldebb várossá. És persze, haladhattánk sokkal gyorsabban is, hogyha nem kellett volna megküzdenünk az elmúlt időszakban a Covid-járvány és az energiakrízis mellett, a magyar kormány megszorító politikájával is. Az elmúlt években több mint 160 milliárd forintot vett ki a kormány a fővárosi költségvetésből, ez nagyjából egy fél metró ára. Talán azt gondolják, hogy lehet választást nyerni Budapest nélkül is, de Magyarország jövőért folytatott harcát biztosan csak elveszíteni lehet, hogyha szembeállítjuk egymással Budapestet és az ország többi települését. A nemzet fővárosának lenni óriási felelősség. Ezt a város vezetni azt jelenti, hogy egy picit az ország egészéért is felelősséget érzünk. Én mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az a zöld és szolidáris Budapest, amit nap mint nap építünk, egy olyan jövőkép, ami előbb-utóbb Magyarország egészének a jövője is lehet.